18. fejezet. Kéti. Téged megtartunk, Démon. Istenemre, majdnem kiszúrtam a tűvel Nancy szemét. Jó, hogy megálltam, mert azzal hazavágtam volna az egész tervemet. Karba tettem a kezemet, hogy elrejtsem az ujjaim között szorongatott fecskendőt. Engedelmesen követtem Démont és Archert kifelé menet, közben vártam, hogy valaki hátulról rám támadjon és leteperjen. Semmi sem történt. A lehetséges, sikeres mutáció feletti általános izgalom közepette senki sem figyelt rám. Nem szoktak, leszámítva Démont meg Archert, de ha ő bele is lesett a gondolataimba, hát egy rezzenéssel sem árulta el. Nem gondoltam igazán végig, amikor felmarkoltam a szérumot, de amint a kezemben volt, biztosra vettem, hogyha kiderül, nagyon megbánom, ahogy Démon is. Ha Archer valóban belenéz a gondolataimba, és mégse Luke-nek dolgozik, aláírtam a halálos ítéletünket. A lifthez mentünk. Nancy a másik irányba kísérte a frissen átváltoztatott hibridet. Egyedül maradtunk, vagyis hármasban, és amikor a liftajtó ránk csukódott, alig hittem el a szerencsémet. A szívem zakatolt izgatottságomban és félelmemben, mintha egy őrült dobos szólózott volna benne. Megbögtem Démon karját, hogy figyeljen rám. Amikor felén pillantott, lenéztem a kezemre, és óvatosan kinyitottam az ujjaimat. Csak a fecskendő legvége villant ki. Démon szeme elkerekedett. Felpillantott. Abban a pillanatban mindketten megértettük, mit jelent ez. Az LH-11-jel a kezünkben már nem várhattunk. Valakinek előbb-utóbb fel fog tűnni a hiánya, de az is lehet, hogy a kamerák felvették az ügyeskedésemet. Akárhogy is, most már csak két lehetőségünk volt. Megcsinálni, vagy meghalni. Archer felénk fordult. Démon előre lépett volna, de Archer kinyújtott karjával megállította. Elakadt a lélegzetem. Archer az irányító panelre csapott, és a fülke megállt. Archer a kezemre nézett, félrehajtottam a fejemet. Megszerezted az LH-11-et. Jézusom, ti ketten aztán. Nem hittem, hogy megcsináljátok, bár Luke előre megmondta, Démonre pillantott. De én őszintén kételkedtem, hogy bármelyikőtöknek is sikerülni fog. A szívem úgy vert, hogy már az ujjaim is zsibbadni kezdtek a fecskendő körül. Mit fogsz most csinálni? Tudom, mire gondolsz. Archer Démonre szegezte a tekintetét. Miért nem én szereztem meg a szérumot Luke-nek? Én nem ezért kerültem ide, és most időnk sincs, hogy elmagyarázzam. Nagyon hamar rá fognak jönni, hogy eltűnt. Egy pillanatra elhallgatott, aztán rám nézett. A terv pedig, amit dédelgetsz. Őrültség. Eddig az originekről gondolkodtam, de most átváltottam szivárványocska meséjére. Akármit csak Archer maradjon távol a gondolataimtól. Komolyan. Vintorodott el, majd levette a sapkáját és a far zsebébe hajtogatta. Pontosan mit reméltek elérni? Az a terv 100%-os bukás. Nagy okos. Vágta rá Démon, és a válla megfeszült. Nem bírom a fejedet. Engem meg nem érdekel. Felelte Archer, és hozzám fordult. Add ide a szérumot. A francokat. Vágtam vissza, és még szorosabban markoltam a fecskendőt. Archer szeme összeszűkült. Hát jó, tudom, mit terveztek. Hiába figyelmeztettelek benneteket, szabadjára akarjátok engedni a szörnyecskéket. És aztán futtok, amerre láttok. Azt leszámítva, hogy nem is tudjátok, hogyan jussatok el abba az épületbe. A kezetekre is szükségetek lesz, és nem akarjátok magatokra állítani azt a tűt. Higgyetek nekem. Elbizonytalanodtam. Nem érted. Ahányszor csak megbíztunk valakiben, mindig rossz vége lesz. Ha ezt átadom, Luke nem árult el titeket, vagy igen? A fejemet ráztam, Archer grimaszt vágott. És én sem árulnám el őt. Valamennyire még én is tartok attól a kis fattyútól. Démonre pillantottam. Mit gondolsz? Egy pillanatig hallgatott, ha átversz minket, Isten és ember színe előtt nem fogom kétszer meggondolni, hogy megöljelek-e. Érted? Ki kell juttatnunk az LH-11-et innen, jegyeztem meg.
Ha tetszik, ha nem, veletek megyek, kacsintott Árcsár. Azt hallottam, az Olive Garden egy jó vendéglő, érdemes kipróbálni. Visszaemlékeztem, hogy egyszer a hétköznapi életről beszélgettem vele. Valami oknál fogva ez megkönnyítette, amit tenni készültünk. Még mindig nem értettem, miért segít nekünk vagy Luke-nek, de ahogy mondta, már nem fordulhattunk vissza. Nagyot nyeltem és átadtam a fecskendőt. Úgy éreztem, mintha az életemet adnám a kezébe, és bizonyos értelemben úgy is volt. Archer becsavarta a sapkájába, amit aztán a nadrágja első zsebébe rakott. Akkor induljunk, mondta Damon a szemét le nem véve Archerről, de közben a kezemért nyúlt és röviden megszorította. Van rajtad opál? Kérdezte Archer. Igen, vigyorodott el Damon. Jó dolog, hogy Nancy belém esett, nem? Meglengette a csuklóját, mire a karkötő kövében felvillant a vörösség, mint láng volna. Ideje, hogy megmutassuk a nagyszerűségünket. Vedd fel Nancy alakját, utasította Archer, és megnyomott egy gombot. Gyorsan. Damon elmosódott és átalakult. Jó pár centivel összement, a fürtjei lófarokba fogott vékony szálú sötét hajjá változtak. Az arcvonásai teljesen eltorzultak, mellei nőttek, akkor jöttem rá, mi a célja. Egy szürkésbarna nadrág köztümmel később Nancy Hasher állt mellettem. Csak hogy nem Nancy volt. Ez elég ijesztő, mormoltam az alakot méregetve, keresve valami jelét, hogy valójában tényleg Damon az. Elvigyorodott. Oké, tényleg Damon. Gondolod, hogy beválik? Kérdeztem. Azt mondanám, a pohár, amit erre emelek, félig tele van. A fülem mögé tűrtem elszabadult hajszálaimat. Ez megnyugtató. Kiengedjük a gyerekeket, aztán visszatérünk ehhez a lifthez, és felmegyünk a földszintre. Folytatta, és Nancy felsőbbrendű pillantását vetette Archerre. Ha kiértünk, átadom Katie-nek az opált. Rám sandított. Ne is ellenkezz. Szükséged lesz rá, mert futni fogunk méghozzá gyorsabban, mint valaha. Képes lesz erre? Ez a terv nem tűnt jónak. Kint nem várt semmi, csak a puszta sivatag, vagy másfél száz kilométernyire minden irányban. Mégis bólintottam. Hát, legalább azt tudjuk, hogy téged nem fognak megölni. Túlságosan nagyszerű vagy. Abban biztos lehetsz. Készen állsz? Nem akartam mondani, de a számon igen jött ki. Archer megnyomta a 9. emelet gombját, a lift megrándult, a szívem is megrándult. Az 5. megállt a fülke. A fenébe, ezt nem vettük számításba. Semmi gond, nyugtatott Archer. Így kell bejutni a B-épületbe. A gyomrom összeszorult a rettegéstől, amikor kiléptünk a széles folyosóra. Mindez lehet egy újabb csapda vagy átverés is. Akkor sem fordulhatunk vissza. Archer a vállamra tette a kezét, mint egyébként, amikor kísérgetett. Ha Damont ez nem zavarta, nem látszott rajta. Arcára a Nancy-re olyannyira jellemző hűvös utálkozás ült ki. Mások is jártak a folyosón, de nem foglalkoztak velünk. Eljutottunk a folyosó végéig, ott beléptünk egy szélesebb liftbe. Archer megnyomta a B-jelzésű gombot, a lift pedig elindult. Megállt, kiszálltunk, újabb folyosó, újabb lift. Archer a 9-es gombot nyomta meg. 9 emelet a föld alatt. Uff. Hosszú útnak tűnt ahhoz, hogy a kis Originek kijussanak, ugyanakkor csupa bedrogozott mini Einsteinről beszélünk. Kiszáradt a szám, minden igyekezetemmel próbáltam leküzdeni a félelmemet. A lift másodpercek múlva megállt, az ajtók kitárultak. Archer hagyta, hogy Damon lépjen ki elsőnek, utána én. A szemem sarkából láttam, hogy megnyomta az I gombot is. Egy kis, ablaktalan előtérbe jutottunk. A kétszárnyú ajtó előtt két tiszt állt. Amikor megláttak minket, azonnal kihúzták magukat. Miss Hasher, Archer, uram, biccentett a jobb oldali. Megkérdezhetem, miért hozták le ide a lányt? Damon előre lépett, és úgy kulcsolta össze az ujjait maga előtt, ahogy Nancy szokta. Úgy véltem, előnyös lenne, ha a saját környezetükben láthatná a legnagyobb tudományos eredményeinket. Akkor talán jobban megérti az itt folyó dolgok lényegét.
Szorosan össze kellett harapnom a számat, mert a szavak annyira Nancy-szerűek voltak, hogy majdnem felnevettem, de nem normális hangon, hanem hisztérikusan vihogva. Az őrök összenéztek, majd a beszédesebb előre lépett. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet. Megkérdőjelezi a döntésemet? Kérdezte Damon olyan leereszkedően, ahogy arra csak Nancy lett volna képes. Az ajkamba haraptam. Nem, asszonyom. De ez a részleg le van zárva, mint azok elől, akik nem rendelkeznek engedéllyel, vagy vendégek. A beszédes rám majd Archerre pillantott. Ön adta ki ezt az utasítást. Akkor én ugye azt hozok le ide, akit akarok? Vagy nem így gondolja? Tudtam, minden másodperccel fogy az időnk. A vállamon nyugvó kéz szorítása erősödött. Archer is ugyanerre gondolt. Igen, de a szabályzat nem így rendelkezik, dadogta a beszédes. Nem lehet. Tudod mit? Damon előrelépett és felnézett. Én nem láttam a kamerákat, de attól még bárhol lehettek. Szabályozd ezt! Előre lendítette a karját, a tenyeréből villám csapott ki, amely villásan ketté ágazott, és a beszédes meg a csendes őr mellkasába csapódott. Összeestek, a testük felett füst kanyargott. Perzselt ruha és húszszaga csapta meg az orromat. Nos, ez is egy megoldás, jegyezte meg Archer szárazon. Innen nincs visszaút. Damon per Nancy sötét pillantást vetett rá. Ki tudod nyitni ezt az ajtót? Archer előre lépett és lehajolt. A panelen a piros fény zöldre váltott. Pisszent a légmentes zár, az ajtók széthúzódtak. Belépve a 9. szint, tágas, nyitott terébe, félig meddig azt vártam, hogy valaki elénk ugrik és fegyvert szegez ránk. Visszafojtottam a lélegzetemet. Senki sem állított meg minket, de a személyzettől kaptunk néhány furcsáló pillantást. Ennek a szintnek a beosztása más volt, mint amiket eddig láttam. Kör alakban terült el, sok ajtó és köztük hosszú ablakok tagolták, középen pedig valami olyasmit láttam, ami leginkább üveggel védett, nővérpultnak tűnt. Archer leeresztette a kezét. A következő pillanatban valami hűvös nyomódott a tenyerembe. Lenéztem, meglepve láttam, hogy egy fegyver az. Nem szükséges ki biztosítani, Kéti, mondta halkan Archer, aztán Damon mellé lépett. Muszáj gyorsan cselekednünk, hadarta halkan. Látod azt a kétszárnyú ajtót? A napnak ebben a szakában ott kell lenniük. Elhallgatott. Már tudják, hogy itt vagyunk. Végigfutott a hideg a hátamon. A fegyvert egyszerre túl nehéznek éreztem. Hát, ha ez nem ijesztő, pillantott rám Damon. Maradj a közelemben. Bólintottam. A pultot megkerülve elindultunk az ajtó felé, amelyen két apró kémlelő ablak volt. Archer szorosan a nyomunkban maradt. Egy férfi lépett előre. Miss Hasher. Damon előre lendítette a karját, mellkason taszította a férfit, aki felrepült a levegőbe. Fehér köpenye kitárult, mint a galamb szárnya, és becsapódott a pult üvegébe, amely megrepett, de nem tört be. A férfi a földre csúszott. Valaki felsikoltott, a hang fülsértő volt, egy másik köpenyes jelent meg a pult felé futott. Archer megpördült és elkapta a nyakát. Egy pillanat múlva egy fehér energialöket száguldott el az arcom előtt bele a másik falba. Elszabadult a pokol. Archer elállta a pultrész bejáratát, biztosan olyasmit tartottak ott, amit nem akartunk, hogy megszerezzenek, és az egyik embert a másik után taszította el, amíg az összes megmaradt alkalmazott össze nem gyűlt annál az ajtónál, ahol át kellett jutnunk. Damon eléjük lépett, a szeme fehéren izzott. A helyetekben én félreállnék. A legtöbben elfutottak, mint a patkányok, ketten maradtak. Nem hagyhatjuk, hogy megtegyétek. Fogalmatok sincs, mire képesek. Mozgás! Emeltem fel a fegyvert. Mozogtak. Szerencsére, mert korábban sosem lőttem még fegyverrel. Persze tudtam, hogy kell használni, de a ravaszt meghúzni mégsem csak annyi volt, mint megmozdítani egy ujjamat. Köszönöm, mondtam, de már is ostobán éreztem magam miatta.
Damon még mindig Nancy alakjában az ajtóhoz sietett. Megpillantottam a beléptető panelt, és rájöttem, hogy szükségünk lesz Archerre. Felé akartam fordulni, akkor azonban meghallottam, hogy a zárak hangos dörrenéssel elfordulnak. Visszafojtott lélegzettel néztem, ahogy az ajtószárnyak széthúzódnak vissza a falba. Damon hátrált egy lépést. Én úgy szintén. Egyikünk sem állt készen a minket fogadó látványra. Mike állt a tanterem ajtajában. Minden széken egy kisfiú ült, különböző korúak, de ugyanolyan volt a frizurájuk, a fekete nadrágjuk és a fehér pólójuk, és mindegyikük arcán ugyanaz a felkavaróan sóvár intelligencia tükröződött, ahogy felénk fordultak. A terem elejében egy nő feküdt a földön, arccal a padlón. Köszönjük, mosolyodott el Mike, és kilépett. Megállt Archer előtt, és felemelte a karját, felmutatva a csuklójára erősített vékony fekete karkötőt. Archer némán áthúzta felette az ujjait, halk kattanás hallatszott, a karperec lecsusszant Mike kezéről, és a földre hullott. Fogalmam sem volt, mi lehetett az, de annyit kitaláltam, hogy fontos. Mike a többi összekuporodott alkalmazotthoz fordult, és oldalra billentette a fejét. Csak játszani akarunk, de ti nem hagytok. Akkor kezdődött a sikoltozás. Az alkalmazottak hullottak, mint a legyek. Téldre zuhantak a földön, fejüket szorongatták. Mike csak mosolygott. Gyerünk, szólt ránk Archer, és egy görgős széket taszított az ajtónyílásból, hogy megakadályozza az ajtószárnyak bezárulását. Még bepillantottam a terembe, a gyerekek már felkeltek az asztaloktól, és elindultak az ajtó felé. Hát igen, valóban ideje volt indulni. A folyosón az őrök még mindig ájultan hevertek. A jobb oldali liftbe beléptünk. Archer a földszint gombját nyomta meg, Damon lepillantott a kezemre. Biztos, hogy nem gond a fegyver? Kipréseltem egy mosolyt. Amíg ki nem jutok ebből a hülye épületből, ez mindenem. Damon biccentett. Hát jó, csak lenelőd magad, vagy engem. Vagy engem, tette hozzá Archer. Ti egyáltalán nem bíztok bennem? Forgattam a szememet. Damon hozzám hajolt. Ó, bízom én, és más. Még csak eszedbe se jusson, hogy valami piszkos dolgot mondj, netán megpróbálj megcsókolni, amíg Nancy alakjában vagy. A mellkasára tettem a kezemet, hogy visszatartsam. De elrontod a játékot, nevetett Damon. Jobban tennétek, ha az előttünk álló feladatra koncentrálnátok. Ebben a pillanatban valahol az épületben megszólalt egy sziréna. A lift megrándult, és megállt a harmadikon. A fények elhomályosultak, aztán a fejünk fölött egy vörös lámpa kezdett villogni. Na most lehet játszani, jegyezte meg Archer, amikor az ajtó kinyílt. A folyosón katonák és civilek rohangáltak utasításokat kiabálva. Az elsőt, aki felénk nézett és felkiáltott, Archer lőtte le. A másodikat Damon. A harmadik fegyvert rántott, mire én is felemeltem az enyémet és elsütöttem. Meglepett az erő, amivel visszarúgott, a golyó a lábán találta el a katonát. Damon elhagyta Nancy alakját, visszaváltozott a sajátjába, elkerekedő szemmel nézett rám. Mi az? Kérdeztem. Azt hitted, nem teszem meg? Lépcsőház, kiáltotta Archer. Nem sejtettem, hogy ilyen szexi vagy, amikor lövöldözöl. Vágta rá Damon, és elkapta a szabad kezemet. Menjünk. Néhány lépéssel Archer mögött vágtattunk végig a folyosón. Felettünk kialudtak a fények, sárga, vörös, villódzó lámpák kapcsoltak be. Archer és Damon úgy szórták az energia gömböket, mintha lejárna a szabatosságuk. A legtöbb katona visszahúzódott előlük. Amikor elfutottunk a liftek előtt, kettőnek éppen kinyílt az ajtaja, és néhány origin lépett ki. Nem álltuk meg, de muszáj volt visszanéznem. Muszáj volt látnom, mit tesznek most. Ők jelentették a tökéletes elterelést. Mindenki figyelme azonnal rájuk terelődött. Az egyik kisrác megállt. Felemelt egy elhagyott kézi fegyvert. Láttam, hogy a kezéről hiányzik a karkötő. A pisztoly füstölögni kezdett, aztán egy golyóvá olvadt össze. A kisrác kuncogott.
Aztán megpördült, és a fegyver maradványát egy felé lopódzó katona felé hajította. Az egyenesen átrepült a férfi hasán. Megbotlottam. Szent ég! Helyesen cselekedtünk, amikor elszabadítottuk őket? Mi történne, ha kijutnának a külvilágba? Mérhetetlen kárt okoznának. Démon erősebben szorította meg a kezemet, és szó szerint visszahúzott a feladathoz. Majd később lesz alkalmam, hogy az Originek miatt aggodalmaskodjak. Remélhetőleg. Teljes sebességgel vágódtunk be a folyosó kanyarulatába, és szembe találkoztam egy a homlokomnak szegezett pisztollyal. Olyan közel, hogy láttam, hogy elmozdul az ujja ravaszon, és láttam az apró szikrát. A torkomra fagyott a sikoly. Démon felüvöltött, a hang, mint az utolsó ítélet harsonája visszhangzott a fejemben. A lövedék megállt, a hegye megégette a homlokomat. Nem hatolt a koponyámba, megállt. Kifújtam a levegőt. Démon elütötte a lövedéket, aztán magához rándott és megpördült. Mögöttünk néhány lépésnyire Májka állt, fél kezét a magasba emelve. Ez nem volt valami szép, jegyezte meg azon a monoton gyerek hangon. Én kedvelem őket. A katona elfehéredett, de azonnal össze is csuklott a fejét markolászva. Alatta a padlón tócsába gyűlt a vér. Májka mögött megjelent egy másik Origin, aztán még egy és még egy. A folyosót elálló katonák a földre zuhantak. Puff, puff, puff. Szabaddá vált az utunk. Gyerünk, sürgetett Archer. Visszanéztem Májkára, találkozott a pillantásunk. Köszönjük, mondtam. Májka biccentett, még utoljára körülnéztem. Aztán visszafordultam, és a testeket megkerülve futottam tovább. A cipőtalpam meg-meg csúszott, mert a padló nedvest volt. A vértől. Már el is kezdte átáztatni a cipőmet, de erre nem is bírtam gondolni. Archer belökte a lépcsőház ajtaját. Berontottunk, ahogy az ajtó visszazárult mögöttünk, Démon elkapta a karomat, és erősen magához rántott. Annyira, hogy lábújhegyre kellett ágaskodnom. Majdnem elveszítettelek. Megint. Az ajka a homlokomon lüktető égésnyomhoz ért, aztán az ajkam fölé hatolt és megcsókolt. Mélyen, erősen. A maradék félelmem ízét éreztem rajta, elkeseredést és dühöt. Szédítő volt, intenzív, és amikor Démon visszahúzódott, úgy éreztem lemesztelenített. Nincs idő a romantikára, kacsintott rám. És már rohantunk is fel a lépcsőn kéz a kézben. Archer szembe találkozott a fordulóban egy katonával. Tétovázás nélkül átlukta a korláton. Sorozatos recsenéseket hallottam, a gyomrom összerándult. A második emeleti lépcsőház ajtón át újabb katonák tódultak be. A fegyverük inkább tűnt kábító pisztolynak, mint hagyományosnak. Démon eleresztette a kezemet, és a korlátra támaszkodva fellendült hozzájuk. A következő pillanatban egy katona teste zuhant el mellettem a lépcsőn. Archer azonnal követte Démont, kitépte az egyik őr kezéből a kábító fegyvert, és odadobta nekem. A pisztolyt a bal kezembe vettem, felszaladtam melléjük, és rálőttem az első katonára, akihez közel értem. Jól sejtettem, a fegyver valamiféle sokkoló volt. Két drótot lőtt ki, amik az őr nyakába fúródtak, és a férfi vadul rángatózni kezdett, végül összeesett. Akkor a drótok kioldódtak, úgyhogy lelőhettem azt a katonát is, aki Archert akarta leütni éppen. Amint megtisztítottuk a lépcsőfordulót, Démon két eszméletlen férfit az ajtóhoz húzott, és egymásra fektette őket. Gyerünk már, sürgette Archer. Futtában rángatta le magáról a hosszú ujjú terepszínű felsőt, a nyakához nyúlt fehér pólója alá rejtette a dögcéduláját. Az épület bevonó Onyx és gyémelt miatt a pisztoly és sokkoló nélkül gyakorlatilag használhatatlan lettem volna. A lábizmaim már égtek, de nem törődtem vele, csak rohantam tovább. Amikor elértük a földszintet, Archer a válla felett hátra nézett. Nem próbálkozunk a hangárban tárolt járművekkel, üzente gondolatban mindkettőnknek. Ha egyszer kiértünk, gyorsabbak leszünk bárminél, amiük van.
Délnek indulunk Vegas felé, a Great Basin főúton. Ha el kellene válnunk, találkozzunk Ash Springsben, nagyjából 130 kilométer innen. 130 kilométer? Van ott egy hotel, a neve The Springs. Hozzá vannak szokva, hogy különleges vendégek szállnak meg náluk. Átfutott a fejemen, hogy vajon miféle különleges vendégek, de aztán rájöttem, hogy ezen még gondolkodni is hülyeség. Archer a far zsebébe nyúlt, kivette a tárcáját és pénzt nyomott Damon kezébe. Ez elég kell, hogy legyen. Damon röviden biccentett. Archer rám nézett. Készen állsz? Igen, nyögtem ki. Az ujjaim megfeszültek a két fegyver ravaszán. Saját, sűrű félelmem íze keserűen telepedett a nyelvemre. Mélyet lélegeztem és újra bólintottam. Leginkább a saját megnyugtatásomra. Az ajtó kinyílt, hosszú idő, talán hónapok óta most először szívtam a tüdőmbe kinti, friss levegőt. Száraz volt, de tiszta, nem légkondicionált. Remény ébredt bennem, erőt adott, hogy tovább siessek. A járművek mögött láttam az ég egy szeletét, alkonyat volt. Fakókék és narancsvörös, a legszebb, amit valaha láttam. A szabadság karnyújtásnyira volt. Csak hogy a szabadság is köztünk még ott állt egy kisebb hadsereg. Bár kevesebben voltak, mint gondoltam, hiszen a legtöbbjük valószínűleg a föld alatt maradt, hogy az originekkel vegye fel a küzdelmet. Damon és Archer azonnal harcba szálltak. Fehér villámok borították fénybe a hangárt, lepattantak a homokszín Humvee-kről, átszakították a vászonborításokat. Szikrák röppentek, ökölcsapások csattantak. Én is megtettem, amire képes voltam, a sokkolóval lőttem mindenkire, akit csak értem. Ahogy az ájult katonák között igyekeztem előre, észrevettem, hogy egy teherautó platója rakétákkal van megpakolva. Damon. Visszafordult, és észrevettem, mire mutatok. Elugrottam onnan, de így is alig tudtam elkerülni, hogy egy katona leteperjen. Megfordultam, újra lőttem. A fémkarmuk a férfi vállába fúródtak. Damon válla és jobb karja körül összesűrűsödött a vöröses-fehér fény, aztán lüktetve felragyogott, és fényhidat rajzolt a keze és a teherautó platója közé. Látva, mire készül, a katonák nagy része megfutamodott, és a széles Humvee-k mögött keresett fedezéket. Én is azt tettem. Egy kocsisor felé ruhantam, amikor az energia telibe találta a rakétákat. Azok pedig felrobbantak, mint a július 4-i tűzijáték. A detonáció megremegtette a hangárt, összezárta a belső szerveimet, a magasba taszított. Sűrű, sötét füst gomolygott, nem láttam többé Damont és Archert. A káoszban, mint a Dasher őrmester hangjait hallottam volna. Egy pillanatig bénán hevertem ott, igyekeztem kipislogni az égő fém és puskapor csípős füstjét. Csak egy pillanat volt az egész. A füstből egy katona lépett elő. Felültem, előkaptam a kábító fegyvert. Szó se lehet róla, közölte. Két kezével elkapta a karomat a könyököm alatt és felett, majd megcsavarta. Fájdalom nyilalt az izületembe, felszáguldott a karomon. Megpróbáltam átfordulni fektemben, hogy kiszakítsam magam a markából, de a katonát jól kiképezték, én pedig a Daedalus minden erőfeszítése ellenére sem voltam ellenfél a számára. Újra elkapta a karomat, és újra jött a kén. Még élesebben, még intenzívebben. Lejtettem a kábító fegyvert. A katona egy jókora pofonnal jutalmazott. Nem tudom, mi történt ezután. A bal kezemben szorongattam a másik pisztolyt. Csengett a fülem, a füst égette a szememet. Az agyam túlélő üzemmódba kapcsolt. Elsütöttem a fegyvert. Forró nedvesség záporozott az arcomra. Bal kézzel kissé mellé céloztam. A mellkasa bal oldalán találtam el. Azt sem tudtam, hova célzok, mégis sikerült. A katona gurgulázó hangot hallatott, amit furcsáltam, mert még a kiáltozáson, sikoltozáson és a későn robbanó töltetek zajánát is hallottam. Hány inger szorongatta a torkomat. Egy kéz nehezedett a vállamra. Sikoltva fordultam meg, és két másodperc híján kivégeztem Damont. A szívem csak nem megállt.
A fenébe, halálra rémítettél. Cica, mellettem kellett volna maradnod. Nem tetted. Rosszalló pillantást vetett rám, aztán megkerültem egy hámvit. A sötétedő éjjeli ég hívogatott. Árcsán néhány kocsival odébb kuporgott, ránk nézett, aztán az ajtónyírásra is bólintott. Várjunk csak, szólalt meg Damon. Az egyik ajtón katonákkal körülvéve Dasher lépett ki. Általában jól fésült frizurája összekócolódott, az egyenruhája rongyá gyűrődött. Tekintetével a szeméthalmokat kutatta, és olyan parancsokat osztogatott, amiknek nem láttam értelmét. Damon pillantása végigszaladt a reflektorokhoz futó vezetékeken. Félmosolyra húzódott a szája, aztán rám kacsintott. Köves. A hámvi oldala mellett visszaóvakodtunk. Kilestem a megperzselt ponyva mögül, és láttam, hogy szabad az út. Damon végig sietett a kocsisor mentén, és megállt egy mennyezetet támasztó fémoszlop mellett. Rátapasztotta a tenyerét, a forrás ereje ragyogott az ujja végén. Fényhullám gördült végig az oszlopon, szétterjedt a plafonon. A fénycsövek egymás után robbantak szét, és a terem csaknem teljes sötétségbe borult. Szép volt, jegyeztem meg. Damon halkan felnevetett, és megfogta a kezemet. Futva indultunk Archer felé. Mögöttünk egy növekvő pánik remek elterelést biztosított, hogy eljussunk a kisebbik kijárat felé, amely Dasher embereitől távolabb esett. Amikor azonban kiléptünk a Humvee takarásából, a kinti alkonyat fényében már láthatóvá váltunk. Dasher azonnal észrevett. Állj! Rikoltotta. Ez nem fog beválni. Nem mehettek el. Szó szerint félrelögdöste az őrüket maga elől. Teljesen szét volt zilálva, alig hanem azért, mert látta, Nancy kedvence csak néhány lépésnyire van a szabadságtól. Nem szökhettek el. Damon megpördült. Nem is hiszed, milyen nagyon vágytam erre. Dasher szája elnyílt. Damon felemelte a karját, láthatatlan lökés döntötte le a lábáról, és vetette hátra Dashert, mint egy rongybabát. A hangár falába csapódott, aztán előre esett. Damon megindult felé. Hagyd! Kiáltotta Archer. Erre nincs időnk. Igaza volt. Akármennyire szerettem volna látni, hogy Dashert kiiktatják, amíg egy másodpercet elvesztegetünk, lerohannak minket. Megrántottam Damon karját, és a hangár egyre sötétedő kijárata felé húztam. Damon, kérleltem, mennünk kell. Arra az emberre személyesen a jóisten vigyáz, esküszöm. Damon megfordult, az állán idegesen rángatózott egy izom. Bakancsok dübörgése visszhangzott körülöttünk. Archer lépett elénk. Feküdj! Damon karja a derekamra fonódott, lekuporodtunk. Olyan szorosan húzott magához, hogy csaknem összeroppantott. A két karja közötti résen át láttam, hogy Archer mindkét kezét egy Humvee hátuljára teszi. Fogalmam sincs, hogy csinálta, de csaknem három tonnás jármű felemelkedett. Archer úgy dobta el, mint egy frisbeet. Jó ég, suttogtam. A Humvee a jármű sorba csapódott, és dominóként lökte egymásnak a többit. A flotta totál károsra tört. A katonák azonnal menekülőre fogták. Damon felpattant, és felkapott engem is. Lerántotta az ezüst karkötőt a kezéről, és a csuklómra tette. Rögtön éreztem, hogy eláraszt az energia. Jóformán rétegekben vált le rólam a kimerültség. Megfeszültek az izmaim, kitágult a tüdőm. Mintha több adagnyi tiszta koffeint kaptam volna. A forrás ereje magára talált bennem. Mereg patakként töltötte meg az ereimet. Ne lőjenek! Nancy sikoltozva tört be a másik hangárba vezető oldalaidon. Ne öljék meg őket, élve van rá szükségünk. Damon megszorította a kezemet, és mindhárman futásnak eredtünk. Lépésről lépésre közelebb jutottunk a szabaduláshoz. Egyre gyorsabban száguldottunk. És végül kiértünk a mélykék ég alá. Felpillantottam, a csillagok ezernyi gyémántként ragyogtak. Sírni szerettem volna örömömben. Kijutottunk.